Üdvözlök mindenkit, Nekrokrim vagyok, srácok, micsoda infomorzsák láttak napvilágot, Jézus Mária, tehát bejött az új boss harc, ugye a Vipsnek a bosszal, a Ropa Lolist, és az úton, ahogy sétálunk, ugye, hogy harcolunk ezzel a bosszal, az Lotus elképesztő információ morzsákot szór el, az Orokin történelem, saját történelme, Ilyen történelem, és a mi történelmünket illetően, és mindezt fogjuk most kielemezni ebben a videóban, úgyhogy most szólok, 30 másodpercnél spoiler-alert. Ha nem akarod tudni, vagy nem csináltad meg esetleg az, az előző questeket, és nem akarod tudni, hogy mi az Isten folyik itt, akkor itt az ideje, hogy kikapcsold ezt a videót. De mindazoknak, akik kíváncsiak a -e Warframe Lore történetre, jöjjön ez a kis apró dolog, még mielőtt az Old War um, quest be fog jönni, mit kell tudni Natáról, a sentientekről. A tenókról, az orkinakról, mi a jó Isten történt, az igazság következik, hölgyeim és uraim. És azt kell, hogy mondjam, hogy sok mindenben, mikor elmélkedtünk arról, hogy ki lehet a lótusz, ki a rossz fiú, ki a jó fiú ebbe a játékba, ez sok mindenben mondhatni, hogy igaza volt a sertésémben, de van itt egy fordulat, ami azért. Um, um, azoknak ad igazat, akik úgy gondolták, hogy Natal Lotus az, -e, az egy jó fiú, de mindent ki fogunk elemezni. Elsősorban lefordítom nektek nagy vonalakban, hogy mi az, amiről Lotus beszél, miközben megyünk, utazunk a Ropa Loliszt felé, hogy harcoljunk vele. Szóval valami olyasmit kezd, hogy a, a történelmünk, neki is, nekünk is, történelmünk konkrétan füstbe vész, és még van, van bennünk egy hang, egy void, így nevezi, ami még meg kell hogy mutassa az arcát, de még nem tette ezt, és akkor felteszek kérdést a lótus, azt kérdezi, de ki vagyok én? És akkor elkezd mesélni egy kicsit a történelméről. Mesél arról, hogy az apja egy farmer volt, az édesanyja az egy ács eh, volt, és őket az orokíniak hozták létre, hogy megtegyék a nagy utazást. A nagy utazás közben, mivel ez hosszú volt, eh, a féle életösztön, vágy, eh, büszkeség és kreativitás, eh, alakult bennük és akkor született utána született meg a lótusz visszatérünk erre az egészre akkor született meg a nata akinek a célja az volt hogy beépüljön az orokinia közé és elpusztítsa a tenókat. Miért? Ugye, mert tudtuk, hogy a háború idején, a régi háború idején a tenók voltak a, a, a szentientek legnagyobb ellenségei, akik el tudták őket pusztítani. Szóval, és arra készült. De, amikor meglátta, hogy a tenóknak a kis gyengéd arcát, megkímélte őket. És akkor itt a Lotus megint feltesz egy kérdés de valójában ugye így volt-e, ez -e az igazság, legalábbis ezt mondták nektek, ezt mondja a Lotus, tehát ez so we were told, és ezt mondja a Lotus, tehát í így is ezt mondták nekünk. Akkor utána fo folytatja, hogy de az igazság az, hogy mind a ketten be voltunk zárva Lua belsejébe. Téged a fény megmentett, engem megváltoztatott és ez a darab információ egyszerűen, what, mi a franc, a kiméra prológ, már is értelmet nyert egy másik szemszögből. Nagyon-nagyon e, durva kis információ volt. És miközben ugye harcolunk a bosszal, és megöljük ezt a boszt, akkor utána rögtön megint elejt egy mondatot. Valami olyasmit ejt el, nem vagyok pont, de valami olyasmit ejt el, hogy megint csak újra időről, id idő, megint csak újra megölted a népemet. És azt a kurva. Szóval, jöjjön az egésznek az értelmezése. Mi történt? Jöjjön egy kis a Warframe lore történet nagy vonalakban. Azt tudtuk, hogy a szentientek az orokin leszármazottak. Abból a szempontból, hogy az orokinok hozták őket létre. Korpuszok voltak. Fejlett korpuszok. Aki nem tudja, ugye, a Grinér és a Korpusz az orokineak lapszolgái voltak. A, a, a Grinér, ők a kétkezi munkát csinálták, a Korpusz inkább a technológia munkát csinálták. Létrehozták ö, ezt a, ezt a fejlettebb fajt azért, mert tudták, hogy az orokiniak régen kifutnak a nyersanyagokból, a, ami ugye a naprendszerünkben van, létrehozták ezt a fajt, ami később a szentient lett, hogy átutazzanak a voidon és találjanak egy új otthont az orokiniaknak. De miközben ugye utaztak, átalakultak, jobbak lettek, erősebbek lettek, és konkrétan ők lettek a szentientek. Na most, a szentientek tudták, hogyha az orokiniakért visszamennek, akkor azok, ha oda mennek az újonnan talált otthonukba, mindent elpusztítanak, kiszipolyozzák, ugyanúgy, ahogy a naprendszerünkkel tették. És ezt a szentientek nem akarták, mert már sajátjuknak szerették ezt az otthont, és itt ugye mondja a lótusz, hogy büszkeség, életvágy, kreativitás lelt bennük, és nem akarták azt, ugye, hogy az orokiniak mind ezt elpusztítsák. Szóval, megszületett a lótusz, és tényleg visszaküldték, és tényleg azért küldték, hogy minket elpusztítson, mert mi voltunk a legveszélyesebb fegyver. Tehát konkrétan megszületett a lótusz, szentjentek háborút hirdettek uh, az orokinök ellen, hogy elpusztítsák őket, hogy ne jöjjenek utánuk. Hogy, hogy ne pusztítsák el azt, amit ők újonnan találtuk. És ezért is küldték vissza a lótusz, mint egy kémet, hogy tényleg elpusztítsa uh, a a, a tenókat. Na most! Mit tudunk a tenókról? A tenóknak ugye az ereje, a void erő, ami bennük volt, irányíthatatlan volt. Ezért Margulis megcsinálta a szarkofágot, és bezárt őket a szarkofágba, be a luába, ö, odatette tette őket, és ott a Lua ugye benne volt a Voidban. Ezt tudtuk eddig is, nem? Tehát a, a, a küldetések alatt egy, egy, adott ponton Lotus kiszedé a, 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 a Luát a Voidból. Na most a Lua benne volt a Voidba, ahol a Tenóknak igazából jó volt, ugye? Na most abban, mit mond azáltal a Lotus, hogy téged megmentett a fény, engem megváltoztatott. Tehát mi megkaptuk a szarkofágot, amiben irányítani tudjuk a warframe illetve a saját erőnket, viszont a lótuszt ezek szerint az orokinak elfogták, és bezárták a luába, ami a benne volt a voidban. Na most a void energiája a szentientekre nézve méregnek hat, és ugye ettől lettek a szentientek, látom hogyis is majd nem tudtak szaporodni, tehát megmérgezte őket, ahogy átutaztak rajta, és bezárták őt oda, és átprogramozták. Tehát ezért mondja a Lotus, hogy the light changed, but it changed me, megváltoztatott, és őt valószínűleg átprogramozták. Benyomták oda a luába, mert hogy tök mindegy, a void energia káros a szentientekre, Jéj, és, és adtak neki egy testet, valószínűleg a lótusnak ezért is voltak, uh, ugye ott azok a kis valami kábelek lógtak ki a fejéből, mert az kontrollálta a tudatát, átprogramozták, és azt a mesét adták be mindenkinek, hogy a lótusz az anyafigura a tenóknak, de ez nem az igazság, ő tényleg azért jött, hogy uh, elkinyírja a tenóit, és... Ugye a lótusz a rossz fiú, kinyírja a tenokat, de valójában semmi más célja nincs, csak hogy megvédje a saját népét. Megvédje a szentet, megvédje az orokini pusztítástól, amit hozhat uh, a népére. Szóval itt állunk gyerekek, harc lesz, nem kis harc lesz, és most már hat éve játszom a, 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 a warframe és kíváncsi vagyok, vártam arra, hogy mi lesz a lore történet, mert mi, mint tenók, senkik vagyunk ebbe, a, ebbe az egész nagy lore történetbe, és össze-vissza vezet minket bárki, és bárkinek az oldalára ráállunk, aki fizet nekünk, és bár ilyen ártatlant legyilkolunk, aki, hogyha elég nyersanyagot kapunk ki belőle, értitek? És, és a Lótusnak a, a hagyatéka, egy világ hagyatéka vagyunk, aminek már nagyon nincs helye ebben az új világban, így is mondani, és a lótusz most tényleg háborút hirdet ellenünk. Hogy jön a képbe Alad V, mert ugye Alad V is e, némileg e, benne van ebbe az egész történetbe. A lótusz mondja, hogy e, most már most már képesek lesznek, tehát egy sejtető képesek lesznek átutazni a Voidon anélkül, hogy semmi bajuk lenne. Tehát a TAU rendszerből KB vissza a mi rendszerükbe anélkül, hogy semmi bajunk lenne. Hogyan? Úgy, hogy beleolvasztják, összeolvasztják magukat az a régi új és új technológiát, anélkül, hogy bármiféle gyengeség lenne. ugye? A és itt jönnek szóba, hogy az új amalgám modok és az amalgámok is. És észrevettétek, az amalgám modoknak nincsen semmiféle gyengeségük, csak erősítenek mindenen. És ezeknek az amalgám összeolvasztásoknak ö köszönhetően elég erősek lesznek ahhoz, hogy ide-oda tudjanak utazni a Voidon keresztül, anélkül, hogy semmi bajok nem lenne. És Aladvé úgy kerül a képbe, hogy valószínűleg Hunhau Nátának az apja, mikor uh, ment a, a, a náták, akkor ezt akkor is Hau, uh, beszélt, és megemlített egy olyat, hogy Orokini Aladvé. Mint hogyha, azt tudjuk, hogy a korpusz, most már elmondani talán az egyik legtisztább leszármazottai az orokiniaknak, de ők is ugye megalkotva lettek általuk. És orokini aladvé, tehát ez valamit sejtet és megeshető, ez tényleg egy kapcsolat, ahol aladvé, vagyis a korpusz a féle segítséget nyújt, hogy összeolvadjanak a a szentientekkel, hogy erősebbek legyenek a szentientek, és sikeresebb háborút tudjanak vívni, majd ellenünk. E elképesztő. Kiderül, hogy hogy lesz. Ez kiderül, hogy hogy lesz. Ezek itt most sejté sejtések. Hogyha engem kérdeztek, két út lehet. Vagy tényleg háborozunk egy geciót a lótusszal, és kinyírjuk, vagy ő nyír ki minket, de akkor a játék véget kéne érjen, ugye? Vagy, szóval valószínűleg kinyírjuk, legyőzzük a szentienteket, és Ö, szabadok leszünk, aféle úttalanok leszünk a, a, a galaxisba. Tehát ugye most se, senki nincs ott, egy Ordis által generált lótuszkép mondja, hogy mit kell csinálni, és tényleg aféle harcos űr nincsák leszünk, aki bárki felbérelnek bármire, és semmi életcél vagy irányítás nincs a kezünkbe. Elképesztő szóval, vagy ez lehet az egésznek a vége, vagy a szeretetünk a, a, a Lótusz iránt, Nátá iránt hívta, hogy akarod, egy egyességet fog létrehozni köztünk és a szentientek között, és akkor béke és boldogság lesz. Na most, ennek kicsi az esélye tekintve azt, hogy a szentientek harcolnak ellenünk, ugye? Tekintve azt, hogy a Lótusz azt mondja, hogy már megint megölted a népemet, amikor legyőztük a Ropala lisztot, már megint megölted. Kétlem, hogy nagyon kedves akarna lenni velünk, és van egy olyan érzésem, hogy kicsit uh, dühös, és remélhetőleg egy epik háborút fogunk megvívni uh, az új. Questben. Srácok, ennyi lett volna ez a videó, várom a véleményeket, eh, véleményeket ti, hogy látjátok ezt az egészet. Nagyon-nagyon köszönöm a figyelmet, iratkozz fel, nyom rá a csengő jelecskére, eh, hogy további értesítést kapj a videóimról, klámban lehet csatlakozni link a videó leírásában, Discordra csatlakozzatok, link a videó leírásában, bárki lehet, bárki csatlakozhat, és ja, köszönöm a figyelmet, sziasztok!